Élő népviseletek. Rimóc. A koszorú. Filmsorozatunkban a Rimóci palóc viseletet mutatjuk be. A Rimóci viselet megnevezés tágabb értelemben öt falu viseletére vonatkozik. Ebbe a csoportba tartozik Nógrád-Sipek, Varsány, Nagylóc és Hollókő is. E falvak hagyományos viselete a külső szemlélő számára nagyon hasonló. Csak a helybeliek ismerik az eltérő részleteket. Ez a viselet olyan gazdag, olyan sok darabból áll, hogy külön filmeket szentelünk a fejed díszítő elemeknek. A lányok, asszonyok ebből is többfélét viselnek életkor és alkalom szerint. A koszorút a Rimócon élő Holecz Jánosné, Terka néni tudja készíteni. Ez a legelső lépés, hogy a kalauzt megcsinálom. És utána a többi alkatrészt, ami kell hozzá. Bimbó, tükröt, ne felejtsét. Csak mikor minden még van csinálva, akkor lehet összerakni. A koszorú hajdonán élő virágból volt. De hosszú ideje már, hogy a művirág koszorú a divat. Igaz, hogy ma a hagyományos művirág koszorúhoz sem lehet szinte már semmit sem készen megvásárolni. Minden egyes részlethez ki kell találni, hogy az miből és hogyan állítható elő, hogy végül a koszorú mindenben megfeleljen a régi formának. Rimóci koszorúnak, népviseletes koszorúhoz ehhez van kalauz. Nem mindegyik koszorúnak van kalauz, de nálunk ehhez a viselethez van kalauz. A koszorút viselik a Máriás lányok, akik a búcsúban a Szűz Mária szobrot hordozzák. Viselik a lányok ünnepnapokon a nagy fékötővel, és viselhetik a menyasszonyok az esküvőkor. Ezt így kell megsodorni. Elnyírom. És ebből van a kalauz. Utána veszem a drótot, azt hozzá rögzítem a megcsavart kalauzhoz. Bablena Piroska igyekszik ellesni Terka néni tudományát. És utána megy rá a kréppapírból a szem. Ezt csavargatom lélyebb-féljebb úgy, hogy olyan gumószerű legyen. Mikor a megfelelő nagyság megvan, akkor veszem a alufóliát, és szépen azzal is betekerem. Így. Fontos, hogy milyen hosszúságúra vágjuk el a kalauzt? Hát, egyenletlen aranyúra vágom, mert a középnek kisebbnek kell lenni, a lefelé még mind-mind nagyobbnak kell lenni. Szóval, amikor készen van a kalász, akkor így igazából kirakja előtte, hogy legyen a koszorú? Igen, így. Az alsó az 15 kalász, és a felső pedig 17. Úgy néz ez ki majdnem, mint a buzakalász. Ez egy kalász. A kenyém leonyomat is, hogy öltözzön fel, az menjen a búcsúba. De a koszorúk ezek olyan nagyon tönkre voltak menve, azt én, ahogy szedigettem őket szét, láttam, hogy van összerakva, láttam, hogy mi van benne, azt így megtapasztaltam, hogy kell a koszorút csinálni. Lehet tudni, hogy az első koszorú mikor készült?
A faluban? Volt, a nagyanyáinknak is volt. Már a maguk nevén. Hát, attól függ, hogy hogy tudnak rá vigyázni. Eltárthatom, mióta ütöztök Piroska? Marikának is akkor csináltam, aztán semmi baja nincs neki. 20 éve. Legyen 20 éve. És akkor most Terkanyi rárakja jó erősen ezt a kreppapírt. Igen, igen. A bimbóra. Igen. Ez a bimbó, ugye Terkanyi? Igen, igen. Mert minden egyes koszorúba kell 6 darab. Na, ráteszem az anyagot szépen. Ez például a turkallóban van egy blues volt. És jó megvárja. Erősen. Megvártam. Most jön rá a fémszál. És akkor most rárakja ezt a karácsonyi díszt. Fémszálat, igen. És ezt is megint jó megszúrom, hogy le ne gyűjjön róla. Így felőrő, mert azt odafogja akkor. Uh-huh. Hát hogy szokott haladni, Terkani? Szóval megcsinálja a kalászt, aztán a bimbót, aztán? Hát, hol, hogy mi a kedvem van. Az ördeveleket még így szoktam rácsavarni. Hogy egy kicsit a kalausz is ki legyen. A kék mifelejtsét még, ezt még megint onnan hozatom, mezőkövestő. Ezt még 5-öt kell így berakni. Minden egyesnek meghajtani, na így van a csokor. Ebből is 6 csokor kell egy koszorúba. A nagyféketőben 4 kell, mert az röviden. Ti mit gondoltál, Karin, ezt bárki tudja? Szóval akinek van kézügyessége, vagy akinek nincs is? Akiben egy kis akarat van, vagy szereti, mert én úgy voltam az elsőkkel, azt mondhattam, hogy nem is nagyon kértem értek fizetését, nagyon minimálisat, mert mondom édesanyámnak, hogy ha én nekem semmit nem annálnak, akkor is csak csinálhassam, mert annyira szerettem csinálni. Itt vannak benne a gömbök. Minden egyes kalausznál. Azt megtekerem, és ezt is a kréppapírval, a szárat szépen betekerem. Így, így. És ebből többfajta szín kell. Igen. Jól, akkor csináltunk egy sárgát. Igen. Is. Hozok be fehér virágot, és ráteszem a kalauszra, hogy szoktam rátenni. Mi koszorunk, ez gyöngyvirág koszorú volna. A Varsaunyaké az viaszból van, de miénk gyöngyvirág. Ez a gyöngyvirági. De most már csak illen művirággal helyettesítjük. Gyöngynek a szárával, erősítjük oda a virágot. Igen, annak szépen odaerősítem, hogy az legyen fogja. A gömböknek is úgy kell lenni, hogy a középső lehet eltérő szín, de már utána párba kell lenni mind a két oldalon, hogy egyformán legyenek a gömbök, a színek. És akkor mi van még? Tükör. Tükör. Na.
Vannak a tükrök. És így vannak a tükrök, harmassával összefonva. Mert a nagyanyáiknak is volt bele tükör mindig. Jobban lássák magukat a lányok? Nem. Ez úgy teljes a koszorú, hogy ami belevaló, benne van. Ez egy kis koszorú lesz. Ez a nagy féketőben van. Ez a nagy fékető? Ez a nagy fékető. Ennek nincsen itten alap. Igen, láttam, hogy rövidebb a kelleténél, mint igen. Egy koszorú. És akkor egy középet adunk neki, és ez a közép. Ez a rózsa. Igen, az. Igen, ez a közép. És most teszem ezt a felére, ezt a fajta. Még kell mérni itten, hogy mennyi hely van. És ilyen hosszú drótot kell vágnom, azt olyan hosszúra. Ha koszorúnak csinálom, akkor a fej körzetinek kell, az olyan 53 centi. Szóval így, ugye? Igen, az 53 centinek kell a rúdnak lenni, mert még vissza is van belőle hajtva itteni. Igen, hogy az... lehessen közül. Igen, igen. És akkor itt is teljesen gondolom el egy... eltüntetjük ott a célnával azokat a szálakat, igen, ugye? Igen. És akkor eztet ide kell tenni. Tehát egyszer csinálni egy kicsi egyszerű virág. Igen, igen. És akkor ezt most már így lehet ebbe már így beleültetni. Az ünneplőbe öltözött lányok a nagy fékötőt teszik fel a koszorúval együtt. A nagy fékötőbe való koszorú hátul duplán díszített. Ezt mikor az esküvő volt, és éjszak, amikor a mennyasszont levetkeztették, eljártak a mennyasszont táncot, ez volt a mennyecske viselés. Még az első gyerek még nem született, egyik csak a templomba hordta az újasszony. Egyszer nagyobb ünnepékkor ezt itt a félnem a minyecskét. Igen. De ez pont jó rá, Terkan. Én és az enyém az nagy. Nagy? Még ettől is nagyobb? Ettől nagyobb, igen. Ez a koszorú. Ezt mennyasszony és Máriás lány hordja, de a mennyasszony ugye csak a lakodalomra, az esküvőjére veszi fel. Jó, van igen, teljesen. A Máriás lányok ugye pedig ebben viszik a szűzanya szobrot. Ez a kettő funkciója van a koszorúnak. De már ezt asszony nem veheti föl. Ennyi. Gyerekek is fölveszik, akik egy picivel már nagyobbak. Gyengén már nocsak. Teljesen jó. Ja. A nagy fékettőbe ezt kell idáig kirakni. Itt még kell a zöld levelet, még ezt egy kis virágot. A nagy fékettő pedig csak ezekből a virágból indul el, és sokkal rövidebb, ugye, amit láttuk az előbb. De sűrűségileg így, szélességileg ugyanolyan. Ugyanolyan. Úgy hívják, hogy vatelin, ugye? Úgy. Mert a szivacsot is odavártam, azt az is úgy az el... Elkopik. Ez még tartós. És akkor ezt is csak rávarja a Terkani? Csak rávarom. Így fogom. És akkor ez így áll a fejem, ugye?